Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Péntek, szombat, vasárnap. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd ezt a hétvégi jóslást, például, ha tudni akarod, hogy mi történik a következő hétvégén, vagy ha tudni akarod azt, hogy ő hol volt hétvégén, kivel találkozott, mit csinált hétvégén. A díja, mint minden jóslásnál, 4000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák a pénteki napra. Itt ez a torony. Lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy. Itt lesz egy szép kimenetel, hiszen a virág csokor az szerencsét hoz. A torony jelentheti azt is, hogy te vagy ő szeretne megnagyobbítani valamit. Akkor a virág csokor az lehet egy magánvállalkozás is, így barátokkal együtt. A torony jelentheti azt is, hogy vagy te, vagy ő fogva érzi magát ebben a toronyban, mint egy labirintusban, és keres egy kiútat, keres egy megoldást, ami sikerülni fog, hiszen a virág csokor szerencsét hoz. Ez történik vagy a baráti körben, vagy a barátok segítenek. Persze a kutya jelentheti a hűséget is. Lehet, hogy eddig úgy gondoltad, hogy ő megcsal téged, de most kiderül, hogy ő hűséges volt hozzád, és ez a virágcsokor jelenti ezt a szerencsét, egy szerencsés fordulatot. A virágcsokor az lehet a te szépséged, vagy egy szép környezet, amit itt ki tudsz építeni, vagy jelenthet egy meghívást, jelenthet egy ajándékot is. Akkor is, ha voltak korlátozások, itt lesz egy szerencsés fordulat. És mi történik szombaton? A csillagok szerencsét hoznak. Minden úgy lesz, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. Itt a kígyó jelenti akkor a változásokat, a megújulásokat, a gyógyító erőt. Tehát, ha valaki beteg volt a családban, akkor itt lesz gyógyulás, itt látható a szerencse. A kígyó lehet egy hölgy is, de jól viszonyul hozzád, ez lehet egy kolléganő, vagy barátnő, lehet, hogy ő látogat meg téged, segít neked. Sőt, itt látható az élet erő. Ha betegség volt, akkor lesz egy szerencsés fordulat, itt van az élet erő, lesz gyógyulás. Ez a medve jelentheti az erőt is, hogy most be tudod bizonyítani magadat. A kígyó lehet az is, hogy mellék utakon jársz, de itt lesz egy szerencsés fordulat, bíz ebben, legyen meg a belső erőd. A kígyó lehet egy hölgy, és az is előfordulhat, hogy ennek a hölgynek szava van, és parancsolni tud. Ez lehet a főnöknőd, lehet az anyukád, vagy egy hivatalos dolog, de mivel ő kimutatja az erejét, ez számodra segíteni fog. Lehet például egy bírónő, vagy egy ügyvédnő is. És megnézzük, mi történik szombaton, illetve a vasárnap, szombatot már megtekintettük. Mi történik vasárnap? Itt lesz egy új irány, sikerek, kivirágzik minden. Ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban, nálad lesznek ezek a sikerek, te indítasz valami újat, egy új irányt, egy új utat.
Ez a kasza el tud vágni régi dolgokat. Kilépsz egy bizonyos helyzetből, és van jövőd. A kasza jelentheti azt is, hogy lesz egy meglepetés, egy esemény, amikor nem is számítasz arra, hogy ez így történik. Ha te egy férfi vagy, akkor lehet, hogy ez a hölgy olyan hirtelen felbukkan nálad, útban van hozzád. Itt vannak még korlátozások, vagy egy hivatalos ügy, lesz egy szerencsés fordulat, változások, megújulások, életerő, szerencse, vagy egy hölgy segít neked. Itt lezársz valamit, lesz egy új irány, és te, mint hölgy, irányítod a dolgokat, vagy te állsz a középpontban. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett ez a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra, leírhatod a kommentárba a véleményedet is, vagy meglátogathatsz a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptárról. És én kívánok nektek egy gyönyörű hétvégét, nagyon sok szeretettel, Dendera!